Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök március 26-án kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! A sport témakörével folytatódott a Magyari Terv vitaírat fóruma. Kétnapos szakmai konferenciának ad otthont a Tatai Múzeum. Ingyenes workshoppal jelentkezett a Perom Music Tehetségközpont. VOSZ 2024-es vállalkozói fórum sorozata Tatabányán folytatódott. Utolsó előtti alkalmához érkezett a Magyari Terv 3.0 vitairatának fórum sorozata. Március 26-án Eszterházy Miksa nevével fémjelzett tematikát tárgyalhattak meg a meghívott vendégek, amely a sport és rekreációs programot érintette bővebben. Tatán az épített és természeti örökségek megóvása és fejlesztése mellett a sportnak is fontos szerepe van a mindennapokban. A tematika természetesen a március elején bemutatott Magyari Terv 3.0 vitairatában is szerepel, amellyel kapcsolatos észrevételeket a városban érintett szervezetek képviselői mondhattak el a városházán. Itt is szép történelmi hagyatékunk van, hiszen Eszterházy Miksa, akiről a sportrészt elneveztük, 150 évvel ezelőtt alapította meg az első magyar atlétikai klubot, amely aztán rá néhány napra már rögtön egy ökölvívó nagy versenyt rendezett először Magyarországon, és így tovább, amelynek aztán egyébként haláláig elnöke is volt ennek a klubnak. Magyar Olimpiai Bizottság létrejöttéhez is komoly szerepe van. Eszterházy Miksának, aki ugye Viátor néven írta az írásait és dolgozott, és mint a, ugye az atlétikához szorosan közel lévő kifejezés, a gyaloglást, nagy szerelmese volt. Egy nagyszerű ember után nagyszerű sportolóinkra emlékezünk ebben a Magyari Tervi programban, és az a 4000 sportoló, akik Tatán versenyszerűen sportolnak, igazolt versenyzőként sportolnak, bőséggel megérdemlik, hogy külön fejezetben gondoljunk rájuk. Mellettük pedig több ezren Tatán a mindennapi rekreációs mozgás élményüket élik meg, ezért nagyon fontos, hogy nekik is olyan hátteret biztosítson a város, ami ehhez a tevékenységhez fontos. Több mint 30 sportegyesület, több mint 30 sportágban képez versenyzőket, és mellette az iskoláink mindennapi testnevelés órái pedig szintén egy olyan töbletet jelentenek a gyerekeinknek, amitől azt reméljük, hogy egészséges felnőttekké válnak. Na, ehhez kell a Magyari Tervnek azt a hátteret biztosítani jövőben is, hogy milyen fejlesztésekre, milyen gondolkodásmódra van szükség ahhoz, hogy az egészséges ember a sport által megtalpalt és megerősített egészséges ember hogyan tud lenni a tataiakból. Ezen fogunk ma dolgozni, és hálásan köszönöm a sportterületén dolgozóknak is a sok-sok gondolatot, javaslatot, ami már eddig is beérkezett. Egyébként a program részt azt 4 fejezetre bontottuk, és eddig több mint 30 alpont van felsorolva ennél a területnél. Én azt remélem, hogy még a végső formába öntésig sok-sok jó javaslat érkezik be a sportterületéről is. Nemzetközi műhely konferenciának biztosított helyszínt március végén a Kunidomokkos Múzeum, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ közös szervezésében a fenntarthatóság fontosságáról tájékozódhattak a megjelentek. Fenntarthatóság és múzeumok a gyakorlatban címmel szervezett nemzetközi műhely munkát a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. A kétnapos szakmai konferenciának a Kunidomokos Múzeum biztosított helyszínt, hiszen az intézmény kiemelt partnere a szervezeteknek, emellett a témához kapcsolódóan több jó gyakorlattal is rendelkezik a Tatai Egység. A Tatai Múzeumban elsősorban ez így két lábon működik, az egyik a természettudományi gyűjteménykürtét, Tóra igazgató helyettes vezetésével, és nem kihagyva a Skoflek tanítványoknak az aktív együttműködését, valamint a TIT
Csillagdának a közreműködését ezen a területen, akár a világnapokban, akár pedig a kiállításokban, amelyekben ezeket a témákat könnyebben körül tudjuk járni, elég legyen visszagondolni a környezetváltozás kiállításra. A másik lába az pedig a Német Nemzetiségi Múzeum, hiszen a Német Nemzetiségi Múzeum egy malomépületben kapott helyet, ahol a nemzetiség identitás mellett jó lehetőség van a megújuló energiának a bemutatására is, és ebbe is tettünk lépéseket az elmúlt időszakban, az idei esztendőben nagyobb infrastruktúrális beruházások is fognak kapcsolódni, ehhez meg fog jelenni egy kültéri kiállítás, ahol a megújuló energiákat végig fogjuk tekinteni, hogy a 18. századtól napjainkig hogyan tudta hasznosítani az ember, hogy nem kellett mindenhova elektromosság, és bizony itt ezen a kiállításon lesz arról szó, hogy a napelem ősét már a 18. században, amikor a Magyarországra érkeznek a német nemzetiségi parasztok, kézművesek, már akkor foglalkoztatja az embert és keresi a megoldást, hogy a nap erejét hogyan lehet még inkább az ember szolgálatába állítani. A kétnapos szakmai műhely célja a mindennapi intézményi működés során hasznosítható inspirációk nyújtása ahhoz, hogy a hazai múzeumok érdemi módon vegyék fel a harcot a klímakrízis ellen. Ennek érdekében több előadást hallgathattak meg a megjelentek, ezzel elősegítve a kapcsolatépítést és a hatékony tapasztalatcserét. Hosszú ideje foglalkozunk a témával, de úgy gondolom, hogy a múzeumok életében ez egyre inkább központi témává válik. Természetesen nem szorítja háttérbe a szakmai munkát, viszont minden területét áthatja a múzeumi munkánknak. Fél évvel ezelőtt voltunk az Európai Múzeumok Nemzetközi Konferenciáján, Finnországban, Lahtiban, és ott ezt a témát a klímaváltozással és a klíma helyzetének javításáért, múzeumi eszközökkel való javításáért való harcként fogalmazták meg. És úgy gondolom, hogy ez ma nem túlzás. És a helyszín maga nagyon is fontos a számunkra, hiszen a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja ez nagyon régóta szoros szakmai kapcsolatban áll a Tatai Múzeummal, a Német Nemzetiségi Múzeummal. Nem is volt olyan rég, amikor a Közösségi Múzeum elismerést adhattuk át a tavalyi évben, szintén egy szakmai konferencia keretében. Most pedig a Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált Petőfi Kulturális Program részeként egy kétnapos szakmai workshop, konferencia helyszíne lehet Tata. Az eseményen németországi példákat is bemutattak, köszönhetően Szalai Tamás előadásának, aki a Dunasvábok Központi Múzeum igazgatója. A Pero Music Központ legutóbbi eseményén egy akusztikus duó formáció adott koncertet, és adta át a tudását, valamint tapasztalatát a közönségnek egy ingyenes ének- és gitárworkshop alkalmával. Az intézmény már számos alkalommal szervezett hasonló tematikában programokat, hogy a zene iránt érdeklődők bepillantást nyerhessenek a szakma rejtelmeibe. Milyen pengetővel érdemes dolgozni, vagy hogyan használjuk a hangunkat, akár egy-egy hangszert helyettesítve? A Peron Tehetségközpont ingyenes ének- és gitárworkshopján számos a témában felmerülő kérdése választ kaphattak a szakemberektől azok az érdeklődők, akik részt vettek a programon, hiszen az előadók között sokan interaktív módon vonják be a közönséget. Ez már egy hagyomány nálunk, ugye most már 5. éve működik a Peron Tehetségközpont, és ez az egyik célunk, hogy a fiatal növendékeknek és a érdeklődők számára biztosítsuk azt a lehetőséget, hogy ne csak ide járhassanak zenét tanulni, hanem olyan professzionális zenészeket is láthassanak akció közben, akár egy előadás keretein belül, amikor, hogy ők mégis hogyan muzsikálnak, esetlegesen az az előadás legyen oktatási jellegű, hogy tudjanak belőle fejlődni, egy kis pluszt felvenni, hiszen nekünk is tök jó tanáraink vannak, viszont teljesen más az, amikor valakivel már évek óta együtt dolgozol, és megváltozik maga az egész viszonyrendszer, és tök jó egy külső perspektívát megismerni, amikor új irányvonalak jönnek be a zenetanulásba, és inspirálódhatnak a különböző stílusokból. Ezért folyamatosan hozunk mindig workshopokat a növendékek számára, és mindig az a cél, hogy a lehető legszínesebb legyen. Tartott már itt nálunk workshopot Tóth Tamás, a Rót zenekarnak a dobosa, vagy éppen Tatai Tamás, akit a Led Zeppelin hagyatéknak a gondozásából lehet ismerni, szintén dobos fenomén, de például tartott már nekünk előadást Pákai Petra, Cséri Zoltán, és nagyon-nagyon sok profi zenész kollégát sorolhatnék még. Most ugye a mai este délután folyamán Miheller Mirtil és Pinter Tibor ad nekünk előadást, illetve az ő menedzserük Áli Attila,
Ők egy érdekes stílusból jönnek, hiszen nekik ugye a fő gyökereik az ugye a jazz zene, és a jazz zenei tanulmányaik okán is találkoztak többek között. És ugye ez egy olyan műfaj, ami a mai fiataloknál kevésbé populáris, viszont zseniális tananyag, és óriási tudás kell ahhoz, hogy valaki jó minőségben megfelelő módon tudja ezt a zseniális stílust interpretálni, és nekik az a különlegességük, hogy ők a jazzzenei stílus elemekkel ötvözik a mai popzenéket, illetve azokat a korábbi évtizedeknek a popslágereit, amelyeket nagyon-nagyon sok ember ismer, viszont egy olyan köntöst húznak rá az egészre, amitől teljesen egyedivé válik, és a mai előadásnak a különlegessége és a nagy témája az, hogy hogyan tud egy duó úgy előadni dalokat, hogy mondjuk a gitáros az kimondottan egy komplett zenekart helyettesítsen, vagy akár amit előbb is hallhattunk, és majd a vágóképeknél meg tudják hallgatni a kedves nézők, például egy énekes hogyan tud akár egy harsonát imitálni a saját énekhangjával, és ezáltal egy új zenei teret megnyitni, egy tök új atmoszférát. Úgyhogy egy baromi egyedi előadás, zseniális érték, amit ők képviselnek, és amit ők mutatnak. Úgyhogy remélem, hogy inspirálódnak belőle a növendékeink, illetve a szüleik és a kedves érdeklődők, és remélem, hogy elindulnak ezen a vonalon, és feltérképezik ezeket a stílusokat is. Legközelebb március 28-án, csütörtökön 18 órától gyűlhetnek össze a zene iránt érdeklődők a Peron Tehetségközpont Peron After elnevezésű ingyenes eseményén, ahol az idei tanév 5. diáklub koncertjére kerül sor. A magyar gazdaság helyzete, kilátásai és a VOSZ programja volt napirenden a Szövetségvállalkozói Fórumán. Az aktív szerepvállalás a fenntartható gazdaság kialakításában, a növekedés beindítása, a vállalkozói aktivitás fokozása és egy korszerű, hatékony vállalkozás fejlesztési rendszer kialakítása a legfontosabb feladat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezete idén március 19-én tartotta Tatabányán a Megyeházán éves beszámoló taggyűlését, valamint vállalkozói fórumát. A találkozón a VOSZ vezetősége adott tájékoztatást a szövetség munkájáról és egyéb aktuális gazdaságpolitikai kérdésekről. Az új kihívások új stratégiát igényelnek, jelentette ki az országos szervezet elnöke. Az új stratégiánk az a lényeg egyébként a magasabb aktivitása, a jobb szervezettsége és konkrét kézzelfogható vállalkozásfejlesztési, gazdaságszervezési eszközökkel, új szolgáltatásokkal és a helyszínen, tehát minden megyébe erősen, személyes kapcsolatokkal, fizikai jelenléttel, fizikai találkozásokkal, bővülő szolgáltatásokkal erősítsük a magyar vállalkozók közösségét. A 25 évvel ezelőtt alakult vármegyei szervezetet negyed százada Pordán Zsigmond vezeti. Mint a taggyűlés számára készült beszámolóból kiderült, ma vármegyénkben sem könnyű a vállalkozók helyzete. Elsősorban a magyar feldolgozóipar vagy a magyar KKV az, aki exportál, az elsősorban Németországba vagy Ausztriába exportál, és ugye ott sem fényes most a gazdasági helyzet, és amíg ők nem indulnak be, addig mi sem várhatjuk azt, hogy itt nagyon nagy fellendülés legyen, de ennek ellenére nyilván küzdünk, és hát ki kell tartani. Erre jó a Széchenyi Kártya program, hiszen ilyen esetben, amikor egy vállalkozás bajba jut, ha csökken is a rendelési állománya, de legalább egy stabil pénzügyi háttér az biztosítva van számára, ami a túlélést biztosíthatja, és azért remélem, hogy ez nem fog azért hosszú ideig tartani. Már negyed évtől már elindul egy pozitív folyamat, és a jövő év már reméljük, hogy kiegyenesedik. A rendezvény elismerések díjak átadásával zárult. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fényes Fasor új út, Oroszlányi út kereszteződésében zajló munkálatokkal összefüggésben a múlt héttől a gyalogosok az eddigi lezárt piactér felőli járdát vehetik igénybe. Az Oroszlányi úti járdaszakaszt ezzel párhuzamosan elzárják a forgalom elől. Kérjük, hogy az átépítés ideje alatt közlekedjenek fokozott elővigyázatossággal az érintett területen.
Ingyenes programot hirdett a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT március 30-án szombaton. A húsvéti családi nap délelőtt 10 órától délután 5 óráig várja az érdeklődőket az új kajakház és ökoturisztikai központban, olyan programokkal, mint kézműveskedés, állatsimogató, valamint több gyermekeknek szóló színdarabot is megtekinthetnek a megjelentek. Következzenek kedd esti híreink, még egyszer, röviden. A sport témakörével folytatódott a Magyari Terv vitaírat fóruma. Kétnapos szakmai konferenciának ad otthont a Tatai Múzeum. Ingyenes workshoppal jelentkezett a Perom Music Tehetségközpont. VOSZ 2024-es vállalkozói fórum sorozata Tatabányán folytatódott. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök március 26-án kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszemleműsorunk következik, majd sportösszefoglalónkat láthatják. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!